Sziasztok! Február 1-je van, rendkívüli parlamenti ülést hívott össze az ellenzék azért, hogy kivizsgáljuk azokat az ügyeket, amik itt a koronavírus járvány alatt egyáltalán nem egyértelműek. Nem egyértelmű a vakcinák kérdése, nem egyértelmű, hogy hány beteg van, nem egyértelmű az egész koronavírus kezelése, fogalmunk sincs, hogy mi zajlik a gazdaságban. Jellemző módon ebben a válságos helyzetben a Fidesz-KDNP nem jön el erre az eseményre. Pofátlanul megengedik maguknak azt, hogy amikor több tízezer ember van most is jelenpontban betegen, akár kórházban, és több százezren veszítették el a munkahelyüket, és veszélyben van az, hogy ők a megélhetésük, hogy mi lesz velük, ők nem hajlandóak az ország színe előtt választ adni azokra a kérdésekre, amit az ellenzék jogosan tesz föl. Pofátlanság, felháborító. Nagyon remélem, hogy ennek a kormányzásnak most már tényleg nagyon hamar vége lesz, és 2022-ben leváltjuk a Fideszt.